Szevasztok, hely, ez itt a Dr. Béres, ez pedig itt az Okos Gyerek vlogja. Üdvözlök mindenkit a csatornán, sziasztok, újra itt vagyunk egy Rap Story résszel. Ma is egy újabb érdekes sztorival jövök nektek, ugyanis ma sem egy átlagos MC-ről lesz szó. Hello, édes, itt a Dr. Béres! Aki nem tudná, és esetleg nem ismerné fel, Dr. Béres régen Atka néven tevékenykedett, táncolt, rappelt, freestylozott. Killa, killa, nincs kezemben villa, ez nem a megasztár, igen, és nem is a való villa. Mi van mellettek, tedd fel a kezed, a film kell, nem megyek el, moziba, mert le. Az új videójában Király Linda közre működik, és tudtam, ma még jönnek az évben meglepetések. Kérdezzük is meg tőle, Dr. Béres, vajon neked mi a rap sztori? Check it out, yo! Az okos gyerek félbe soha nem szoki. Vajon neked mi a rap sztori? Az emlék néha megkopik. De vajon neked mi a rap sztori? Amikor megfertőzött ez a stílus, akkor jött be a CD, mint zenei formátum, és egyből vettek a szüleim nekem kettő darab CD-t, amit kiválaszthattam, és nyilván én nem a magyar cuki popzenéket hallgattam, hanem egyből Gangsta Zoltán Eldorado című lemezét választottam, ami meghatározó volt az életemben. Az egyik legjobb hip-hop lemez, azt gondolom, Magyarországon. Konkrétan egyből mellette a Mohamednek a The Flavor Story-val, Isten nyugosztalja, és a másik pedig a Supaduba Fly volt a Missy Elliott-tól, és nagyon nagy hatással volt rám mind a kettő lemez, inkább a Gangsta, mert nyilván azokat ismertem, és szuper lemez volt, és az összes albumot, és az albumon szereplő dalokat, az összeset szerettem, de nyilván azok tetszettek a legjobban, amiben a Dopen is benne volt, és rappelt ő is szinte az összesben, de volt az Ez itt aztól kezdve, a szexualitás töltetésű dalokon át, szóval az egész lemez tökéletes volt, és Dopman Gangsta együtt voltak a tökéletesek. Nyilván rég készült, mert nem tudjátok, tudják az emberek, hogy én már 13 évesen Fila Rap Jamre jártam, és érdekesség, hogy a mostani kiadó ott ült a zsűriben már akkor, és mai napig nagyon jó viszont ápolunk, de akkor még nem tudta, hogy mi lesz ebből. Szóval az első dalt azt nem odaraknám, mert készült egy-két olyan dal, ami elsőnek mondható. Nyilván akkor hallgattunk külföldi rap dalokat, és annak az instrumentára rárappeltünk, írtunk szöveget kisebb-nagyobb sikerrel, sablonokból dolgoztunk, amiket hallottunk, berögződött, és ahogy rappelgettünk, freestylozgattunk, abból írtunk szövegeket, de az első igazi dalt, azt a Hol van az a lánynak mondám, azt is én írtam, nyilván a Fekete vonat írta, inkább a munkálatokról beszélnék, az egész folyamat, ez egy nagyon nehéz folyamat volt, és köszönetet szeretnék mondani a kiadónak, mert nélkülük nem jött volna össze, nyilván kellettem hozzá én is, hogy összehozom a Fekete vonatot, kellett a halott pénz is hozzá, de elég nehéz szülés volt, de úgy érzem, hogy megérte, és egy emlékezetes dalt raktunk össze a csapattal, és még egyszer ezúttal szeretném megköszönni a Beatnek, hogy engedélyt adott, illetve a Fekete vonatnak is, hogy részt vettek benne, illetve a halott pénznek is, hogy megcsináltuk közösen ezt az elég sikeres feldolgozást. Most február végén jön majd egy új dal a Király Lindával. Szerintem Magyarország egyik legjobb énekesnője. Radics Gigit és a Király Lindát mondom, illetve a Veres Mónikát a top énekeseknek, lányoknál. És ebből már hál' Istennek kettővel tudtam dolgozni, Nikával meg remélem fogok. De hát mondom, február végén jön majd az új dal Király Lindával. Az is egy feldolgozás lesz, inkább átdolgozás, mert ez egy amerikai dal. Egy amerikai 60-as évekbeli dal, amit nagyon szerettem én is, és mint kiderült, hogy a Király Linda is nagyon szerette ezt a dalt, és akkor így adott a lehetőség, hogy csináltunk belőle egy nagyon jó kis, mondhatni, saját szerzeményt, mert a többi minden saját, ötlet zeneileg, szövegileg, érzésvilágban,
Hát az február 26-án fog érkezni ez a dolog. Február elején forgatjuk, és nagyon várjuk már az egészet a Lindával, mert várjuk, hogy halljátok, és valami kicsit más mutasson, mint az eddigiek. Aztán pedig májusban jön majd egy magyar feldolgozás, arról még nem nagyon szeretnék beszélni, annyi, hogy Hip Hop Boys feldolgozás lesz, és szerintem a nyár slágerre lesz, és bízunk benne, hogy hasonló sikereket fogunk elérni velem, mint a Hol van az a lányjal. Én nagyon bízom benne, és alig várom már, hogy hallhassátok, láthassátok a klippet. Dolgozunk ezzel, aztán majd jönnek egész évre tervek, karácsonyi EP, lesz majd lehet egy halott pénz kollab is majd szeptemberben, szóval tele vagyok tervekkel, célokkal, lesznek featuringek folyamatban, szóval tele vagyunk jó kis dalokkal, és remélem mindenkinek tetszeni fognak a produkciók. Hát én lettem volna Dr. Béres, köszönöm szépen a lehetőséget. Nézzétek a YouTube csatornát az okos gyereknek, szóval, és hallgassatok nagyon sok hip-hop és rap zenét, szevasztok el, peace!